Jól halad a munka. 50%-os készültségben a Civaka program első üteme. Csoki Mikulás és szaloncukor. Átlagosan 15-20%-kal drágultak a szezonális édességek. Futsal NB1. Megosztozott a pontokon a Deac és az Újpest. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója a Napszemle. November 29-e kedd van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Jól haladnak a CIVAFA program első ütemének kivitelezési munkái. Egy évvel a tervezett befejezés előtt 50%-os a készültség. A vezeték fektetési munkák 90%-ával már el is készültek. Az első ütem célja a Tócó vízfolyásának életrekeltése, a második ütem pedig már tervezés alatt áll, jelentették be ma Debrecenben. A CIVAKA program első ütemének részeként egyebek mellett megtörténik a rendszer vízellátását a keleti főcsatornából biztosító szivattyú telep felújítása. 15 kilométeres vezetékrendszert építenek ki, ami már szinte teljesen elkészült. Hatalmas kihívás a főcsatorna és a kiegyenlítő tározó közötti 63 méteres szintkülönbség leküzdése. Emellett épül egy tározó a vezérút környékén és 19 műtárgy a Tócó mentén. Láthatjuk, hogy egy gigantikus, hatalmas beruházás kapujában állunk, de természetesen a fő feladatunk még most az, hogy tudjuk eredményesen zárni az egyes ütemet. Az első ütem részeként jut a Tisza víze a keleti főcsatornán és a lefektetett vezetékeken keresztül a Tócópatakba. A CIVAKA program második üteme, ami többek között a Nagyerdő vízutánpótlását is biztosítja, majd már tervezés alatt áll. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője azt mondta, kérte, hogy a város fejlődését figyelembe véve alakítsák át a terveket, hiszen a jelentős gazdasági növekedéssel megnő a város lakóinak száma, és figyelembe kell venni, hogy egyre aszályosabb időszakok következhetnek. A nyírségi vízpótlásnak legyen egy déli iránya, Nyíradony és Hajdusámson irányába. Indítsunk el egy vízsugarat még Debrecen felé, hiszen önmagában a közbenső térségre is szerintem szükség lesz vizet juttatni, de azt gondolom, hogy Debrecen is biztonsabb lábakon áll, hogyha ebből a térségből is érkezik víz. A CIVAKA program terve évtizedes várakozást követően jutott el most a megvalósítás fázisába. Pap László azt mondta a mai tájékoztatón, hogy Magyarország és Debrecen szempontjából talán a legfontosabb vizes projekt valósul meg. A polgármester hangsúlyozta, ez a beruházás nem a város vízellátását, hanem a vízháztartását befolyásolja. Ez a program nem a debreceni iparfejlesztésnek, sokkal inkább a város vízháztartásának, környezetvédelmi vízgazdálkodási szempontjainak a kielégítésére, kiszolgálására és támogatására született meg. A CIVAKA Tócó projekt csaknem 16 milliárd forintból épül meg, és a tervek szerint jövő novemberre készül el. Advent első napjaiban egyre többen vásárolnak édességet. Sokan keresik a Csoki Mikulást és a szaloncukrot is. Az alapanyagok drágulása miatt ezeknek is emelkedett az ára, de nem olyan mértékben, mint jellemzően a többi élelmiszernek. Ennek az az oka, hogy a karácsonyi édességeket már az év első felében legyártották. Mikulás előtti körképünkből kiderül, hogy idén mennyivel fizetünk többet a szezonális termékekért. Kék szakálú, sárga, de akár zöld szakálú Mikulás is kapható. Sokszínű az édesség kínálat az üzletekben a közelgő ünnepek miatt. A legtöbben ma az ajándékba szánt Mikulás csomagba vásároltak. Én négyet állítok össze, és inkább a finomabb csokoládét keresem, amit a gyerekek szeretnek. Úgyhogy nem is mutatom meg, de inkább a minőséget választom. A legtöbben alaposan megnézték a termékeket, de fontos az ár is. Attól függ, hogy milyen nagyok a gyerekek, és most ilyen kisebb csomagot csinálok nekik, mert már felnőttek. Mennyit szán így a Mikulás ajándékokra? Fúha, ebben még nem gondolkoztam. Hát olyan 2000 forint per fő. A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a Mikulás csokiknál idén még csak 15-20%-os áremelkedés tapasztalható, mivel ezeket az édességeket még a drasztikus alapanyag drágulás előtt gyártották. A szövetség adatai szerint Magyarországon évente 8 millió Mikulást vásárolnak, és 3500 tonna szaloncukrot vesznek. Idén egyre többen választják a minőségi finomságokat. Csoki figurákat jellemzően 300 és 1500 forint közötti áron vehetünk, szaloncukrot pedig kilónként 6-7 ezer forinttel kínálnak az üzletekben.
Drága egy. Hát azt mindenki tudja, hanem az, hogy most a csomagokhoz vásárolok első szint, és akkor most nézzünk széjjel, ami a fára megyen, vagyis a fa alá, mert azért mindig azért egy minőségit veszünk, inkább kevesebbet, de hát azért a minőséget. De amúgy, hogy mondjam, elfogadható, mert akármit veszünk, minden drága. Továbbra is a zselés szaloncukor a legnépszerűbb, de egyre többen keresik például a sós karamellásat is. Íztől függetlenül ez az édesség is drágult. Emelkedtek az alapanyagköltségek, emelkedtek a szállításnak költségei, emelkedtek a munkabérek és emelkedtek az energiaköltségek is. Ez nyomott, hogy a szaloncukor árában, tehát ahogy az összes élelmiszer a szaloncukor ára is emelkedett, azt tudom mondani, hogy most a kb. 700 forintot tekintjük egy határnak, tehát a 10 dekánként 700 forint, azaz kilónként 7000 forint alatti szaloncukor számít most kedvező árunak. Ez a kedvező áru határ, ez tavaly még kilónként 1000 sor olcsóbb volt. A szakemberek arra számítanak, hogy idén még nem fog drasztikusan visszaesni az ünnepekhez kapcsolódó édességvásárlás. Kandurka és a Mikulás is várja a gyerekeket hétvégén a Szigetkék játszóparkban. Emellett lesz kézműves foglalkozás, manótánc és gyertyagyújtás is. A kétnapos ingyenes programra nem csak a debreceni családokat várják, hanem azokat az ukrajnai menekülteket is, akik a háború miatt városunkban tartózkodnak. A szeretetet és az összefogást szimbolizált a Debrecen város szíve 2020-ban, amikor a Kenézi Gyula Egyetemi Kórháznál kapott helyet. Hétvégén a Szigetkék játszóparkban helyezik majd el az installációt, ahol a gyerekek az általuk díszített mézes kalácsot rakhatják majd rá. Ötven ilyen kis harang is megszólal majd a programok során a gyerekek segítségével. A programokat úgy építettük föl, hogy szombaton inkább az önfelett vidámsági legyen a főszerep. Vasárnap is lesz vidámság és jókedv, de akkor egy picit az adventi elmélyülést is szeretnénk becsempészni a gyerekeknek a kis lelkébe. Mindkét napon lehet majd találkozni Kandurkával, a Szigetkék Kabala cicájával, akihez vasárnap csatlakozik a Mikulás is. Emellett lesz még kézműves foglalkozás, manótánc és koncertek is. A rendezvényre nem csak a debrecenieket várják, hanem azokat az ukrán menekülteket is, akik jelenleg a városban élnek. Ritka az az alkalom, hogy találkozhatunk olyan személyekkel, akik egy teljesen más élethelyzetben vannak, és rávilágíthatnak bennünket arra, hogy egy kicsit átértékeljük a mi kihívásainkat az év mindennapján, úgyhogy ez egy olyan rendezvény, ami abszolút nyitott a debreceniek, nyitott az érdeklődő turisták és nyitott a támogatói kör az ukrán menekültek irányában is. A BMW Group gyár Debrecen számára fontos a helyi elköteleződés és a társadalmi felelősségvállalás. Ezért is támogatják a Mikulás programot. Azt szeretnénk, hogyha a debreceniek éreznék azt, hogy a BMW Group gyár Debrecenek fontos és hosszú távú elkötelezett partnerük, éreznék azt, hogy egy komoly támogató van jelen a városban. Széles Diana alpolgármester elmondta, céljuk, hogy a város a karitatív testülettel és a BMW-vel közösen egy olyan programsorozatot hívjon életre, ami a gondoskodást és a törődést hangsúlyozza az itt élők számára. Ugye fontos az a mostani nehéz időkben, és a város számára kiemelten fontos, hogy most azért minden család, mindenki nehézségekkel küszködik, ugye háború van a szomszédunkban, gazdasági nehézségek vannak, és szerettük volna egy kicsit melegebbé, odafigyelőbbé, gondoskodóvá tenni a mostani adventi időszakot. A kétnapos ingyenes rendezvény szervezésénél fontos szempont volt, hogy ne nyomja el a városi adventi programokat, hanem kiegészítse azokat. Hogyan lehet megtartani a fiatal munkavállalókat? Erről beszélt három sikeres helyi cég ügyvezetője hétfői Esti Közelkép című műsorunkban. Tapasztalataik szerint izgalmas szakmai kihívások és jó munkakörülmények is kellenek a dolgozók motiválásához, természetesen a versenyképes fizetések mellett. A cégvezetők azt is elmondták, hogy az elszabadult inflációt évközbeni béremeléssel igyekeztek ellensúlyozni. Manapság egy dolgozó átlagosan 8,5 évet tölt el egy vállalatnál, majd munkahelyet vált. A fiatalok viszont gyakran már 2 év után új állás után néznek. Emiatt a jól képzett munkavállalók megtartása komoly kihívást jelent a cégek számára. Nem feltétlenül azt gondolom, hogy munkahelyváltás itt a lényeg, hanem annak a lehetősége,
hogy rugalmasan vagyok képes a karrieremet alakítani, és ki tudom magam próbálni sok mindenben. Hosszú Róbert, az NI Hungary Kft. Ügyvezetője a Hétfő Esti Közelkép című műsorunkban azt mondta, hogy náluk hosszú távon maradnak a munkavállalók. Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen ügyvezetője is hasonló tendenciáról számolt be. Ábrahám László, a Sensirion Hungary Kft. Ügyvezetője szerint a szakmai feladatok és a munkahelyi légkör minősége is meghatározó a fiatalok számára. Ez fontos, hogy az anyagi dolgok rendben legyenek, kihívásos feladatokat kapjanak, és legyen egy olyan vállalati kultúra, amiben jól érzik magukat. Tehát ami ilyen családias és baráti. A Sensirionnál például péntekenként jégkrémmel vagy sütivel is meglepik a munkatársakat. A fizetések kapcsán mindhárom cégvezető kiemelte, hogy béremeléssel reagáltak évközben a magasra szökő inflációra. A Schaefflernél szakszervezeti megállapodás alapozta meg az idei béremelést, de a 20% fölötti pénzromlás láttán ennél is nagyobb bérfejlesztésről döntöttek évközben. 14%-os bérfejlesztést irányzott elő, valamint itt a augusztusi hónapban egy 2,5%-ot fixen mindenkinek, valamint egy 4%-os béremelést, ami 4 hónapra szól a kollégáknál. A versenyképes jövedelmek mellett a cégen belüli jó emberi kapcsolatok is erősítik a lojalitást. Ráadásul, ha a dolgozó és a felettese nyíltan meg tudja beszélni a felmerülő problémákat, az a vállalatvezetők tapasztalata szerint az egész cég számára hasznos. Lőj egy fotót a déli villamossal. Útjára indult a Déli Múzeum látványosságait hirdető jármű, melynek segítségével nyereményjátékban vehetnek részt az utasok. A Vikingek a Kárpát-medencében kiállítás plakátja, illetve a Munkácsi trilógia egyik darabja is megjelenik az egyik kaf villamos oldalán. Ezek mellett olvasható a járművön a Ki a cívis felirat. Erre a kérdésre várja a választ a múzeum azoktól, akik családi belépőt szeretnének nyerni az intézmény cívisek világát bemutató kiállítására. A részvételhez a válaszon kívül egy fotót is küldeni kell a villamosról, a játékukac derimuseum.hu e-mail címre. A belépőt januárban sorsolják ki. Még csak nem 500 gyermek karácsonyi álmának valóra váltóját várja a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományozók a szervezet honlapján jelentkezhetnek. A Magyar Református Szeretetszolgálat adományvonala az 1358. Idén éppen ennyi gyermek került fel a szervezet kívánságlistájára. Eddig már több mint 800 ajándékvágyat sikerült teljesíteni. A jobbadni.hu oldalon bárki megnézheti, hogy melyik gyermek milyen ajándékot szeretne, és azt is el lehet olvasni, hogy miért. November 30-án éjfélig lehet megjelölni, hogy melyik kívánságot szeretné az adományozó valóra váltani. A megvásárolt ajándékot az MRS-hez kell eljuttatni, akik továbbítják azt a családnak, így a gyerekek azt majd karácsonykor bonthatják ki a fa alatt. Ha valakinek már nincs ideje elmenni, akár játékboltba, vagy pedig egyszerűen a távolság miatt ez úgy egyszerűbb, akkor úgy is lehet csatlakozni, hogy az ajándék értékét átutalja az MRS számára, és ebben az esetben pedig a kollégáink megvásárolják azt a konkrét játékot, azt a gyermeknek, akit ő kiválasztott a honlapon. Veretlenségét megőrizte, de oda a hibátlan hazai mérlege a Deac futsal csapatának. Elek Gergő együttese a nyitóforduló után a 12. játéknapon is döntetlent játszott az Újpesttel. A pontosztozkodás után a debreceniek továbbra is őrzik a felsőházat érő 6. helyüket a tabellán. 6 pontos rangadóhoz méltóan kiegyenlített játékot hozott az első félidő a Deac Újpest bajnokin. A 8. percben Rácz Zsolt szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, 2 perc múlva azonban egyenlítettek a vendégek. A félidei 1-1 után a 2. játék részben megrázta magát a Deac, és 3 perc alatt 2-szer volt eredményes. Előbb Rácz lőtte meg saját maga és csapat a 2. gólját, majd a kolumbiai Deibi Arango növelte 2-re a házigazda előnyét. Nagyon hajtós mérkőzés volt, ahogy az várható volt, hiszen mindkét csapatnak nagyon fontos volt a győzelem. Jól is kezdtünk, és a 2. félidő elején már 3-1-re is vezettünk, de sajnos nem tudtuk végig fenntartani ezt az intenzív játékot, és ezt kihasználta az ellenfél, mondta a légiós. Az Újpest nem adta fel, és nem sokkal később szépített, majd egy szabadrugással egyenlített a 31. percben. A végjátékban mindkét csapat eldönthette volna a 3 pont sorsát, de kimaradtak a helyzetek. A vége 3-3 lett, így az első fordulóban Újpesten lejátszott 2-2 után ismét döntetlennel zártak a felek.
Próbáltam cserével frissíteni, az se igazából jött be, azért egyéni hibákat vétettünk ekkor már, én úgy gondolom, hogy fejben nem volt most 100%-ig ott mindenki ezen a mérkőzésen, hisz az üres kapus helyzetet berúgni, az csak koncentráció kérdése, de a második félidőben is zicsereket hagytunk ki, üres kapus helyzeteket hagytunk ki, ha ezeket nem rúgjuk be, ilyen szintű mérkőzést nem fogunk tudni megnyerni. A Deac a következő mérkőzését pénteken játssza az újonc Elte Beac otthonában. Újabb nemzetközi sporteseményt rendeznek a Phoenix Arénában. Debrecen lesz a házigazdája a 2023-as női futszál Európa bajnokság 4-es döntőjének. Ezt ma jelentette be az Európai Labdarúgó Szövetség. A több mint 6000 ember befogadására alkalmas aréna a közelmúltban többek között kézilabda Európa bajnoki mérkőzéseket és utánpótlás kosárlabda világbajnokságot hozott Debrecenbe. Itt férfi futszálban rendeztek már ebédöntőt, női vonalon azonban először érkeznek városunkba a kontinens legjobbjai. A korábbi 4-es döntőket Portugáliában játszották. A jövő tavaszi tornán a spanyol, a portugál és az ukrán válogatott mellett Magyarországnak is szoríthatunk. A meccseket március 16-a és 19-e között rendezik. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!